A szél sok hulladékot elsodor a bevásárlóközpontok parkolóiból, ami a füves részeken, sövényen, fákon fennakad és rontja a városképet. Ezt látják először a Szombathelyre érkezők. Ezek a parkolók közforgalom előtt megnyitott magánterületek, tisztaságukért nem az önkormányzat felel. Júniusban fogadta el a közgyűlés a Vigyázzunk Együtt Szombathelyre köztisztasági programot, amelynek egyik eleme, hogy a nagyobb üzletek körüli zöld területek tisztábbak és rendezettebbek legyenek. Horváth Csoma alpolgármester, Szuhai Viktor tanácsnok és Kelemen Krisztián a bűnmegelőzési bizottság elnöke egyeztetett a nagykereskedelmi láncok képviselőivel. A meghívottak tájékoztatást adtak arról, milyen gyakran végzik a parkolók járdák takarítását. Jellemzően külső céggel dolgoztatnak. A parkolókukák ürítés az napi szintű feladatuk, a járdák környékének 3 méteres távolságon belül napi szintű a feladatuk, és heti kétszer a komplett parkolót ki kell, hogy takarítsák. A vásárlói szemetelést nagyjából kordában tudják tartani, de lakossági hulladékot nem szeretnének gyűjteni, mondták el. Épp ezért kisméretűek a kukák, hogy zsákos szemetet ne lehessen bennük elhelyezni. Az az elvárás, hogy a saját vásárlóink által keletkezett hulladékot azt össze kell szedni, tehát ugyanúgy, ahogy a rendeletben van a 3 méteres körzet, de ettől függetlenül érzelmszerűen, hogyha kiebb fúj a szél, akkor azt is össze kell szedni. Elhangzott, hogy a koronavírus járvány óta megnőtt a szemét mennyisége a parkolókban, sokan eldobálják ugyanis a maszkokat, gumikesztyűket, amit a szél tovasodor. Sok gondot okoznak a varjak is, széttúrják a szemeteseket és kiszedik belőle, ami ehető. A megbeszélés pozitív tapasztalatokkal zárult, az áruházláncok nyitottak az együttműködésre. Ők maguk is észlelik azt, hogy szükséges az, hogy a szemléletformáláshoz eszközöket is tegyünk. Többen jelezték azt, hogy egyébként a saját ilyen területeiken növelik a szemét szedését, a szemeteseknek a leürítését, vagy azoknak a bővítését. Ez szerintem egy pozitív dolog. Volt, aki jelezte, hogy a város parkjainak takarításában, térbútorok elhelyezésében is segítene az önkormányzatnak. Az egyeztetések folytatódnak, többek között a gyorséttermekkel is felveszik a kapcsolatot.